Szolnok külvárosában, erdei környezetben várja az aktív kikapcsolódásra vágyókat a Bagolyvár Vadaspark. A parkban sétálva hazánk vad, házi és hobbi állataival ismerkedhetünk meg, figyelhetjük viselkedésüket, emberekhez való viszonyukat. A látogatószám folyamatos növekedése miatt az újonnan kialakított kifutókkal immár 28 ezer négyzetméternyi területen lehet megcsodálni az állatokat természetes élőhelyükhöz hasonló körülmények között. Itt vagyunk Szolnok város északi szélén, a Nefag ZRT Széchenyi Park erdejében, illetve itt található a Bagolyvár Vadaspark is. Úgy gondolom, hogy tényleg egy vadaspark vagyunk, tehát nem az a kifejezetten állatkert a egzotikus állatokkal és mindenféle nagy rácsok, nagy ketrecekkel, hanem mi azt az irányvonalat szeretnénk továbbra is folytatni, hogy kicsikét testközelből ismerkedhessenek a látogatók az itt lakó állatokkal. Ezeknek az öme egyébként vagy Magyarországon őshonos vadon élő állat, illetve házi állatfaj, és most azért egy-két különlegességgel is bővültünk, tehát már van nálunk például emu vagy benet kenguru, de ezek is mind olyan állatok, az új állatok is, amelyek úgy gondoljuk, hogy a természetes erdei környezetbe beilleszkednek, és viszonylagosan közel lehetnek a látogatókhoz is. Nincs nagy egyedszám, 36 faj, közel 150-160 egyeddel van a vadasparkban bemutatva. Ennek ellenére mégis közel 3 hektár területen, és megőrizte azt a fajta családias jellegét, hangulatát, hogy itt a családok testközelből saját környezetükbe tudják megtekinteni ezeket az állatokat és a viselkedésüket. Matyi, a szamár, ővele találkoznak legelőször a látogatók, mikor belépnek a vadaspark területére, és ő nagyon sokszor hangosan szokta őket köszönteni, hogyha már látja, hogy valaki érkezik, akkor rákezd ugye a szamár kiáltásra. Igen, így szokták köszönni, igaz? Így szokták köszönni. Így, igen. Vili nevű lámánk is eléggé kedvelté vált, mivel ő is nagyon, nagyon közvetlen, és a lámákkal ellentétben ő nem köpős. Tehát sokan megijednek először, hogy köp a láma, de nálunk nagyon barátságos a látogatókkal. Folyamatos fejlesztések történtek, és jelenleg is itt a Nefag ZRT saját fejlesztés keretében valósította meg ezt a beruházást, és ennek egyik kapcsolata ez a látványnyuszi simogató, ami nagyon nagy megelégedéssel szolgál a látogatók részére, nagyon szeretik. Amit itt látunk, az egy emu tojás, éppen most van az időszaka, a nász időszak az emuknál, ami furcsa lehet, mert hogy ugye október eleje van, és ugye általában nálunk a madarak, mikor raknak, hát tavasszal, ugye akkor van a költési időszak tavasszal, nyáron, és nálunk azért van fordítva az emuknál, mert ugye, hogy Ausztráliából, a déli féltekéről származnak, és az érdekes, hogy hiába ugye a mi emuink is már egy emu farmról innen Magyarországról érkeztek, de ez még megmaradt náluk ez a fajta biológiai ritmus, hogy ősszel kezdik ugye a tojásrakást, és a másik furcsaság még, hogy nem a tojó szokott ráülni, és ugye költeni a tojás, hanem fordítva van az is, hogy a hím szokott. Közvetlen, barátságos hangulatban rejlik ennek a vadaspartnak a szépsége, és ezt szokták nagyon sokan kiemelni, akik ide érkeznek, hogy itt egyrészt a kellemes erdei környezet, amely egy kellemes sétát lehetővé tesz, illetve közben főleg kisebb gyerekekkel is akár nyuszikat meg tudják simogatni, vagy megetetni akár a lámát is. Tehát, hogy egy kicsit úgy közelebb kerülhetnek az állatokhoz, illetve a természethez is.